Ebben a videóban a Bibliával fogunk megismerkedni. A Biblia irodalomból is tananyag számotokra, sőt, más szerintem tanultatok is róla, ahol bibliai történetekkel ismerkedtetek meg. Mi most egy kicsit szegényesebben fogunk a Bibliáról beszélni, de nagyon remélem, hogy így is találtok benne kellő érdekességet. A Biblia hogyha szó eredetét nézzük, akkor a biblion vagy biblosz szóból származik, ami könyveket, illetve könyvecskéket jelent. Hogy miért kapta ezt a nevet, borzasztóan egyszerű a magyarázat, hiszen azt szoktuk mondani, hogy a Biblia nem más, mint, mint Istentől származó szent kinyilatkoztatás könyv formájában tulajdonképpen. Két részre szoktuk osztani a Bibliát, az Ó, és az új szövetségre, vagy ó testamentumra és új testamentumra. Hogy mi a kettő közötti markáns különbség kézzel fogható. Az ó szövetség tulajdonképpen Isten szövetsége a zsidó néppel, és ebbe a zsidó nép történetét ismerhetjük meg, míg az új szövetség az már Jézus életéről és Jézus tanításairól szóló írás, illetve a keresztény nép szövetsége Istennel. Nagyon egyszerűen a Bibliát a legek könyveként szokták emlegetni, mégpedig azért, mert ez a legtöbb nyelvre lefordított könyv, és a legnagyobb példányszámban elkelt könyvek egyike. Ebben, hogy igen elterjedté válhatott, nyilvánvalóan nagyon nagy szerepe volt az 1500-as években a könyvnyomtatás megjelenésének, hiszen így mindenkihez eljuthatott papír alapon a Biblia vagy a Szent Szöveg. Hogyha már a fordításnál tartottunk, akkor nagyon érdekes történet kapcsolódik ehhez. Az úgynevezett Septuaginta története. Ez azt jelenti, ez a görög kifejezés, hogy 70-öreg fordítása. Lehet, hogy már hallottatok róla, úgyhogy csak röviden summázom a történet lényegét. Ez azt jelentette, hogy Fárosz uralkodója, egy görög sziget uralkodója, Jeruzsálemből hozatott 70 vagy 72 zsidó tudóst bölcset azért, hogy lefordítassa a Biblia szent szövegét, és ezek a, a jeruzsálemi zsidó bölcsek egymástól teljesen külön dolgoztak a, a Biblia szövegén, és ennek dacára, hogy el voltak zárva egymástól, a Biblia fordítása mind a 71 néhányuknál nagyon nagy azonosságot, mutat. Tehát a szent szöveg így is megegyezően lett lefordítva e, görög nyelvre. A magyar fordításáról mindenki tudja, hogy Károli Gáspár nevéhez köthető, ez az ugye az 1590-ben megjelent Vizsói Biblia. Hogyha a Bibliáról beszélünk, akkor ugye azért a Biblia történetei mellett mégsem mehetünk el maradéktalanul. Nézzünk egy pár érdekeset, ami történelmi szempontból is érdekes. Ugye azt kell tudnunk, hogy Isten Ábrahámmal kötött szövetséget, azt az ígéretet téve Ábrahámnak, hogy idővel népét majd nagyjá teszi. Ennek az, Ábrahán, ennek az Ábrahámnak unokája volt Jákob, az a Jákob, akinek 12 fia közül az egyik József. Józsefről már valamennyien hallottatok, ugye az álomfejtő Józsefről van most jelen esetben szó, akit tudjuk, hogy a testvérei eladtak Egyiptomba és egyszer a fáraó álmot látott, mégpedig hét gazdag termésben bő kalászt, és aztán ezt követően hét szegény aszott kalászt. József volt az egyetlen, aki képes volt az álom megfejtésére, és arra jött rá, illetve azt sugalmazta a fáraónak, hogy feltehetően az álom nem jelent mást, mint Egyiptom gazdaságának alakulását, hét bő esztendőt, bő termésben gazdag esztendőt, majd hét ínséges, szegény esztendő követ. A fáraó azért, hogy meghálaj, meghálálja József tudását, gazdag emberré tette, József természetesen megbocsátott testvéreinek, magukhoz vagy magához vette azokat, és békességben éltek, akkor már jó módban. Ha már Egyiptomról beszélünk, akkor ugye Egyiptommal szervesen összefor Mózes neve is, aki ugye nehezen, de túlélte a fáraó kegyetlen törvényét, mely szerint minden újszülött csecsemőt meg kell ölni. Mózest az anyja egy kosárba, ugye azóta is így hívjuk Mózes kosárba a vízre helyezte, így a fáraó lánya megtalálta, egy dajkával felneveltette, és ez lehetővé tette, hogy Mózes a zsidó népet kivezesse Egyiptomból. Nem tette ezt egyedül, hiszen az úr lángoszlop képében segítette őt, és így vonulhatott ki Egyiptom földjéről a zsidó nép, egészen konkrétan azért, hogy elfoglalhassa Kánaán területét. Ugye ez a Kánaán, ez a tejjelmézzel folyó terület, Palesztína területéről beszélünk, itt látható a mellettem lévő térképen. Amit tudnotok illik róla, hogy ezt a területet, Kánaán területét, Mezopotámia és Egyiptom között található, vagy Mezopotámia és Egyiptom között található. És a Krisztus előtt 19. században kezdték el benépesíteni nomád héber törzsek. Ugye a nomád kifejezés azt jelenti, hogy nem letelepedett életmódot folytató törzsek. Itt 12 törzs vegyült, és a 12 törzsből Saul lesz az első uralkodó, aki királyságot formált. A Saul követő Dávid tette Jeruzsálemet a királyság központjává, és Dávid után Dávidot Salamon követte a, a trónon, akinek a nevéhez a Salamoni döntés. Szokott fűződni, illetve fűződik. És azt kell talán tudnotok erről a területről, hogy Salamon halála után ez a terület két részre oszlik. Az egyik terület itt az ilyen méregzöld színnel jelölt Izraeli Királyság területe, még ugye az alsó terület, a másik terület, a déli terület, a a királyság területe. Ha már szóba került a Salamoni döntés, akkor csak azért, hogy mindenkinek eszébe villanjon. Ugye Salamon igazságos döntése nem szólt másról, mint hogy két asszony közel egyszer egy időben szült, akik egy házban laktak, az egyik azonban alvás közben nagyon nyomta a saját gyermekét, másnap reggel azonban kicserélte a még élő gyermeket az ő halott gyermekére. A cserét észrevette természetesen az egészséges gyermeket szült és nevelő nő is. Így Salamon elé járult, hogy tegyen igazságot az ügyben, hiszen szeretné visszaszerezni gyermekét. Salamon a két nő előtt azt a döntést hozta, hogy vágják ketté a gyermeket, és így mindenkinek jut igazságosan egy fél-fél csemete. Természetesen az a nő, aki szíve alatt hordta kilenc hónapig gyerekét, azt mondta, hogy inkább lemond, a gyermekről, csak hogy az életben maradhasson. Salamon számára ebből egyértelművé vált, hogy ki a gyermek valódi anyja, és így boldogan élhettek, még meg nem haltak. Nézzük gyorsan meg, amit a Bibliáról tudnunk kell, és amiről szó esett ebben a kis videóban. Az első, tehát, amiről beszéltünk, hogy mit jelent maga a szó, Biblia, könyvek, könyvecskék, két nagy szerkezeti egységre osztható, az Ó és az Ó, Új Szövetségre, ami tartalmában élesen elkülönül egymáshoz, ugye az egyik a zsidó nép történetét, míg a másik a keresztény nép történetét taglalja. És a fordításokról is esett egy pár szó, és érintettünk bibliai történeteket is, de hogyha maró hiányérzet lenne bennetek, és olvasnátok még, akkor tessék lapozgatni a Bibliát.